A vasárnapi misét követően a faddi nyugdíjasok nem hazafelé vették útjukat, mint ahogy azt eddig szokták, hanem a helyi művelődési házba, hiszen ott ezúttal őket ünnepelték. Azokat az embereket, akik a pihenés éveiben is részesei a mindennapoknak jelenlétükkel, bölcs tanácsaikkal, gondoskodásukkal vagy adakozásukkal. A szervezők zenés műsorral, melyen a Fővárosi Operettszínház kiváló művészei léptek fel, és ízletes borjukból elkedveskedtek a vendégeknek. Most már hagyományőrzőnek mondhatjuk, mert ez az ötödik olyan nagy ünnepségünk a községbe, ahol az idősek napját ünnepeljük, hogy 65 év feletti korosztály kap meghívót erre a rendezvényre, és hát egy ilyen kis műsorral, megemlékezéssel, és hát általában mindig miután, hogy az időseknek a mozgásukat ne kelljen annyira igénybe venni, ezért mindig a misék után, tehát az egyházi szertartások után tartjuk, és akkor hát, hogy ne kelljen ebédet főzni, akkor azért egy szerény ebéddel is vendégül szoktuk őket látni. Mi a véleménye a faddi nyugdíjasokról? Hát én csak a legjobbat tudok mondani a faddi idősekről, nyugdíjasokról, és talán nagy képűség nélkül mondhatom azt, hogy talán az önkormányzat is megtalálta a nyugdíjasokkal, az idősekkel azt a kontaktust, hogy hát tavaly még háromnegyedig volt ez a művelődési ház, ma nincs már hely, úgyhogy épp az előbb azzal beszélgettünk a szervezőkkel, hát ez így megy tovább, akkor jövőre a sportcsarnokba tudjuk már csak megrendezni, mert mindegy 350 ember van most itt ezen a rendezvényen. Mivel tud segíteni az önkormányzat? Önkormányzat nagyon sok mindennel tudunk segíteni a nyugdíjasoknak. Van egy nyugdíjas klub, a nyugdíjas klubnak a költségeit finanszírozzuk, ezen kívül kap egy támogatást is, és különböző rendezvényeiket is, ha elmennek Gunarasba ide-oda, ilyen kirándulásokra, oda is szoktunk adni némi támogatást a költségek csökkentésére. Ez a 30. alkalom, hogy az idősek napját szervezem a polgármesteri hivatal megbízásából. Milyen ez a feladat? Nehéz, könnyű? Mi a szépség benne? Hát nagyon sokrétű feladat, mert végezetül az embereknek az összegyűjtésétől, a kiértesítéstől, az ételeknek az megrendelése, az italoknak az italok megrendelése, a terítéstől kezdve minden a mi feladatunk, csak a műsort a művelődési ház szervezi, és ő is finanszírozza. Hát nagyon aktív, nagyon agilis csoportnak tartom a nyugdíjasainkat is, és nagyon széles életkorban vannak, mivel ez az üzemeknek a megszűnése nagyon sok embert nyugdíjassá, akár rokkant, akár egyéb nyugdíjassá tett, és úgy gondolom, hogy az ilyen rendezvények azok, ahol ezek az emberek ismét találkozhatnak a régi munkahelyi csoportok egymással. Nem lehet letagadni. Az nem elegít rajtunk, hogy nyugdíjasok vagyunk. Az a lényeg, hogy egészség legyen. Hát én ebből nem panaszkodhatom. 84. évemben vagyok, de jól érzem magam. Magam ellátom. A kis nyugdíjban nem tudok mellém fogadni, sőt, hogy a szép lassan mit csinálom. Mivel telnek a napjai? Hát, kézimunkázom, tévézek, és ezzel eszköti. Szeretek kézimunkázni. Kötni, horgolni, hímezni, ami van, minden kézimunkát szeretek. Barónő voltam, még mindig van a kuncsatja, akinek barok. Voltam Németországban, lányom kint a Berlinben. Nagyon jól éreztem ott magam, ezért itthon jobb szeretek. Ez az én hazám, és itt érzem magam. Miért szereti Faddot? Miért szeret itt élni ebbe a faluba? Hát őszintén nem itt születtem, mohácsi születésű vagyok, mohácsi bész, de nagyon kellemes kis falu. Én szeretek itt élni. Körülveszek a barátnőim, és
és jól érezzük magunkat. Nem hagyjuk el magunkat, azért se. Akkoriában, amikor idejöttünk 49-ben, akkor külön volt a helyzetünk, mint most. Most nagyon-nagyon sok problémák is, nagyon sok differenciák vannak. Nagyon sok. De ez olyan dolgok, hogy ilyen nyilvános helyen az ember nem akar nyilvánítani semmit sem. Az őszinteséget még nem szabad megmondani, mert akkor az bűn. De őnek ez az állja, hogy van baj elég. Mi az, amire szívesen visszaemlékszik? A régi gyerekkoromban, a legény koromban, amikor mentünk szerenározni, meg udvarolni. A mi időnkben úgy volt, hogy mi mentünk a lányokhoz, nem mint mám, hogy a lány mennek a férjekhoz. És ezek a régi diadok, mind elmúlottak már, mert sajnos ez nagyon szép divat volt, és nagyon régi hagyományok voltak. De már minden van törülve. Ugye most már lassan kezdik már újra elővenni a régi hagyományokat, de már az igazi hagyományt hoznák végbe. És a legnagyobb az lenne, hogy a szeretet és a békesség lenne az egész világon, az egész országban, még ebben a fatközségben is. Orhaza vagyok, 73 éves, beteg vagyok, és imádkozgatok, meg veszekedek, még dulakodunk, még csecsegünk, nem adarak, de ez nagyon ritkán fordul elő. De mondnak az évvel, mondnak az időt, és öregszünk. Nekem az szép hurrá, az lesz igazán hurrá, hogyha engedjük le egy kis nap. Főleg az szép, főleg az szép, hogyha lecsúszott a kurkullával. Ó, egy kis szép, ó, egy kis szép, csendi kis szerencse kell hozzá. Jól érzem magam. Én még úgy érzem, hogy nem vagyok nyugdíjas. Én csak 80 éves vagyok. Úgyhogy én még mindent csinálok, mindent, de így is szeretem a társaságot nagyon, és nagyon jól érzem magamat. Mivel telnek a hétköznapjai? Van otthon kert, mindenféle kis szöllő, egy kis kert, mindenféle vetemény, ezeket kezelem, szedem, kapálok, termelem, mindent csinálok. Mindenfélét, úgyhogy otthon a ház körül van egy kis jószág, ilyen baromfi, meg ilyen, és ezekkel foglalkozok, hogy mindent megcsinálok még. Miért szereti ezt a falut, ezt a Faddi falut? Én itt születtem. Én itt éltem le az életemet. Mondhatom azt, hogy majdnem teljes egészében, 10 év kivételével, de itt éltem le az életemet, és én nagyon-nagyon megszerettem ezt a falut, úgyhogy én nagyon jól érzem magamat itt, és nagyon szerettem az itt lakókat, a társaságot. Én ilyen társasági ember voltam mindig is, én nagyon szerettem. Úgyhogy... Mire emlékszik vissza szívesen az elmúlt évekből? Hát, hogy mondjam én magának, én cselédember voltam, úgy kezdtem az életemet. És azután kaptam egy kis földet, és azzal kezdtem el gazdálkodni. Azután kezdtem az életet élni igazán. A nyugdíjas koromig, de utána is még mindig nem vagyok egy megunt személyiség, én nagyon szeretek élni, és szeretem, volt betegség az utóbbi időben, de ezt is át kell vissza, és mellőzni kell lehetőleg azt, hogy én nem vagyok beteg. Úgy kell foglalkozni vele, hogy nem vagyok beteg. Van unokám, hála Isten, van 6 unokám, 8., 9. dédunokám. Így, hogy nagyon is, nagyon szeretem őket. Ők is engemet, mi nagyon, nagyon jól érzem magamat ebben a korban is. A legszívesebben olvasok egyik, a másik meg televíziót nézem, figyelemmel kísérem, rádiót hallgatok. Ezekkel. Unokák? Van, 7. Igen, most már egy-kettő férhő ment, aztán még egész kicsi is van még. Remélem, már még lesz. 10. éve már megszokom, hogy nem kell állandóan társaság között lenni, meg gondok között, akik hát az embernek a hangulatát rontsák. Hatton akkor az jobb, ha elfelejtsük a forradalom itt közben. Unokák vannak? Van, 6. Nőnek mind a gomba. Már magasabbak, mint én. 2 van, a kisebb, aki az utolsók. Édeg élünk, meg vagyunk, szeressük egymást. Rajonganak az unokák, mindig jönnek. Papa vigyé ide, papa vigyé oda, mindig úgy szóljuk a biciklivel valahol. Jó is
Termelő Szövetet TS tag voltam, családda együtt, és az évek, a napok múltak, sajnos megértem a 72 évet. Hát sok jón köröztem, mint nagyon sok rosszon is köröztem. De most ez az utolsó év, amit én először vagyok most itten, sajnálom, jó volt termelőszövetkezetben, de még ilyen, amit én máma itten, polgármesternek így meg is mondtam, megköszöntem neki. Én ezt nem értem, ezt máma értem meg ezt. Tehát. Nagyon örülök neki, a színészeknek is, akik nem felejtőztek el nyugdíjasokról. Én nagyon szeretek élni, én soha nem mondom, hogy de jó volna meghalni, én még nagyon sokáig szeretnék élni. Fadon született? Igen, igen. Ott is öregedtem meg. Megöregedtem, hát megöregedtünk, 76 évet betöltöttem már, de hála Istennek még elég jól bírom. Én a gyerekkoromtól kezdve az azért volt szép, mert nagyon szegények voltunk, úgyhogy pusztán nőttem fel, ott jártam iskolába. Utána, amikor már így bekerültünk a faluba, akkor megen dolgoztunk, az is szép volt, nekem az szép volt. Nekünk van mire emlékezni, mai fiataloknak nincs. Ezt már nem mondom úgy, csak mert mi nekünk volt gyerekkorunk is, és szép volt. Lányommal élünk ketten, az én uram meghalt 96-ban, az ő uram meg 97-ben vejem, és akkor összeköltöztünk, azóta ketten vagyunk vele. Még egyelőre mindig dolgozgatunk, mert van baromfi volt, vágtuk a kacsákat, takarítunk be, és akkor mindig van valami az udvarba, kertbe, amivel dolgozunk, mert nekem mindig mozog, mikor én akkor vagyok jól, ha mindig valamit csinálhatok. Én nem szeretek üdögelni, nem azért, hogy nekem nem fáj semmim, de azzal nem törődök, csak mindig mozoghassam. Mi az, amivel segíteni tudja az idős emberek mindennapjait az itteni orvosi szolgálat? Hát mi nagyon szeretjük az öregeket, és rendszeresen gondozzuk, vérnyomásukat, cukrukat, vércukrukat megmérjük. Amilyen problémáik van, igyekszünk mindent legrövidebben elintézni, és ami nem utolsó dolog, hogy fizikoterápiával segítjük, hogy helyben van, ez bizony most már 27 éve csináljuk, hogy nem kell szexuálra elmenni fizikoterápiás kezelésre. Ez az öregeknél, akik egyébként is nehezen mozognak, bizony sok nagy segítséget jelent. Az öregek talán egy picikét több törődést, tehát több jó hozzáállást igényelnek, tehát egy kis időt, hogy el tudják mondani a bújukat, bánatukat, és nagyon sokat számít az is, hogy a kicsit a lelküket is gondozzuk, és talán ez az öregek napja is azt jelenti, hogy egy pici kis pszichés segítség feldobódnak, nagyon jól érzik magukat, és várják a következő évi összejövőt. Otthon sokat dolgozok különben. Na, vannak kertünk, szabba egyedül, mert a papa beteg, úgyhogy, és tegnap töltöttem 80. évit. Mi az, amire szívesen visszaemlékszik az elmúlt évekből? Hát, amikor nyugdíjba mentem. Az. Miért volt ez olyan emlékezetes? Hát akkor tartottam egy végzőt az asszonyoknak, a munkatársaimnak. Amikor nyugdíjba jöttem, akkor nagyon jó érzés volt, mert a kis munkatársaim minden velem voltak, együtt ünnepeltünk, úgyhogy ez volt a számomra legfőbb, mert azt hittem, hogy nem is fogom megérni a nyugdíjat, de hála Isten, itt vagyok. Most az unokáimat rendezem, mert a gyerekek dolgoznak, és oda járok minden nap kétszer is, úgyhogy a sport megvan a gyaloglásba, úgyhogy én szeretem csinálni. Három éve lakok Faddon, Erdélyből települtünk át 2000 decemberébe, és próbáltam mindazt, amit ott végeztem 40 éven keresztül, hiszen ott Erdélyben 40 évig voltam lelkipásztor, szerettem volna mindazt megvalósítani, amit ott is megvalósítottam, sajnos nem mindenben sikerült. Talán az az érzésem, hogy egy picit Magyarországon, amit már mondtam is itt a nyugdíjasoknak, ez a nyugati nagy betegség,
az elidegenedés az sokkal inkább már erőt vett az embereken, mint Erdélyben. Tehát azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak, igaz, hogy nagyközség, és nagyon sokan vannak ebben a nagyközségben, akik még egyáltalán azt se tudják, hogy létezzek is. És akik ismernek, azok se tudják, hogy tulajdonképpen az, hogy lelkipásztor, az tulajdonképpen mit is jelent. Úgyhogy ezért van az, hogy a nevem inkább nem lelkipásztor, vagy nem tiszteletes úr, hanem Zoli bácsi vagyok itt a gyülekezetben. Tehát egy picit csalódottan állok, és minden lehetőséget felhasználok arra, nem a magam népszerűsítésére, hanem az, ami hivatása tulajdonképpen a lelkipásztornak, nem csak az Isten igének, természetes elsősorban az, de amellett az embereknek az összetartása, az elidegenedésnek valamiképpen a gátolása, vagy mondjuk egy picit a megállítása, ez tulajdonképpen mindennapos munkám. Tehát ezért próbálok mindent megtenni itt a községben. Csodálatos dolog, hadd mondjam, hogy szinte szégyenkezve mondom azt, hogy nincsen honvágyom. És nagyon jól érzem magam itt Faddon. Első pillanattól, ahogy ide jöttem, valahogy úgy beilleszkedtem. Sőt, mondjuk ez már egy picit hosszú, de hadd mondjam el, hogy a feleségem, aki magyarországi, nyelvtanilag, vagy mondjuk a beszéd stílus, az a Debrecen vidéke, itt az itteni emberek azt mondják, hogy én pontosan úgy beszélek, mint a faddiak, tehát ezért úgy érzem, hogy itthon vagyok, és nagyon jól érzem magam. A faddi nyugdíjasok, hadd mondjam, hogy a legaktívabbak a nyugdíjasok, már hogyha mondjuk lelkipásztor szemével nézem, hiszen ők azok, akik templomban járnak, ők azok, akik például a temetőbe segítenek dolgozni, ők azok, akik adakoznak minden téren, tehát sokkal inkább én éppen azt várom, hogy továbbra is példák legyenek a fiatalok előtt a nyugdíjasok. Faddi születésű vagyok, de 45 éves koromig éltem Tolnán, 25 évet Szekszárdon, amikor már mint képzőművész tartottak nyilván, és ott a művészlakásba költöztem. És most miután itt vannak az unokák, a lányom, meg már nem szeretem a lépcsőket, bottal járok, meg az emeletet se, meg a hegyoldalt se, itt telepettünk le most, hát a visszalévő néhány évre, reméljük, hogy még sok van vissza. Gyerekkorban nagyon emléktem, a Volentőből az nekünk egy kedvenc tartózkodási helyünk volt, hárman voltunk unokák, a nagypapának három rosszont unokája, és hát abban az időben az még egy szűz terület volt, hogy úgy mondjam, nem volt üdülő, csak a Volent Feri bácsi, aki pótköröszt papa volt nekünk, ott mindig szeretettel fogadtak és vártak, és hát oda jártunk horgászni, halászni, dobóhálóval, tolóhálóval, ami most már nem divat, de hát ez egy nagyon szép korszak volt. Aztán emlékszem arra az időszakra, amikor ide kerültem Fadra, mint tanár, akkor épült a kultúráz, én voltam az első igazgatója, ez 60. augusztus 20-án nyílt meg, hát sok szaladgálás volt, de összeállt előbb, mint a Szekszárdi Babics, 10 év előbb készült ez a faddi művesejár, mint a Szekszárdi Babics. Úgyhogy az egy nagy, abban az időben egy nagy hőstet volt, hogy úgy mondjam, hogy össze tudtuk szedni a pénzt, megyei tanástól mindenféle támogatást is, hát elkészült ez az épület, hát amit azóta már fel kellett újítani, ugye sok idő eltelt. Messze nem tudok menni egyenlőre, de a falunkban van néhány olyan motívum, amit érdemes volna megkeresni és megfösteni, de hát egyenlőre közlekedési gondjaim vannak, úgyhogy ez még várat magára, majd talán jövő tavasszal. Már 4 éve, hogy nyugdíjas vagyok, de nem érzem, hogy az lennék, mert ugyanúgy részt veszek mindenben, mint eddig is, és úgy veszem észre, hogy számítanak is rá. Az a 33 év, amit én
itt tölthettem aktív tevékenységgel Faddon, az egy nagyon szép idő volt. Igaz, hogy sok nehézséggel is, de nagyon sok szép dologgal tudtunk együtt dolgozni. Nagyon-nagyon sok dolgot tudtunk véghez vinni, és nagyon sok emberen tudtam segíteni, hála Istennek. Mivel telnek ma a napjai? Tulajdonképpen majdnem ugyanúgy, mint eddig, mert egy kicsit áttevődött a feladatom szintere, részben az egyház megyére, részben pedig az egész megyében különböző feladatokat kapok és végzem. Úgyhogy sokan meg is kérdezték tőlem, hogy miért megyek én nyugdíjba, ha soha nem vagyok itthon, és csinálnom kell ugye, dolgokat. Erre csak azt válaszoltam, hogy addig kell nyugdíjba menni, amíg az ember egészséges, és azért, amíg nem küldik. Mert ha küldik, akkor már baj van. Ha kívánhatna hármat, mi lenne az? A községnek, hogy sok szép és hasznos dolgot tudjunk még alkotni és véghez vinni. Jó egészséget mindannyiunknak, és ha magamról is beszélhetek, akkor még sok szép feladatot végezhessek el sokak javára.